Szóval ott tartottunk, hogy két-három héttel ezelőtt ezeket a, ezt a Finebox oldalt, illetve az Academy Box oldalt teszteltük, arra írtunk teszteseteket, és utána ezeket automatizáltuk. Ma ezt terveztem folytatni, amit a legutóbbi hét óta csináltam, ugye itt tartottunk a Jenkinsben, itt voltunk a Jenkinsben, kicsit ránagyítok, hogy jobban lássátok, hogy mi micsoda csináltam egy új jobot, ez volt a régebbi, és ebből csináltam egy újat, illetve az rögtön szembetűnő is, hogy fekete lett a, Jenkinsnek a háttere. Van egy olyan plugin, egy ilyen kiegészítő hozzá, mivel feketévé lehet varázsolni. Ez egy nagyon hasznos dolog, hogy erre rájöttem. Amit még csináltam utána, lemásoltam ezt az előző projektet, azért, mert azt akartam, hogy az működjön továbbra is, és ezt meg elkezdtem összeintegrálni a github -bal. Itt annyit változtattam meg, hogy itt hozzá kellett adni először azt, hogy mi a GitHub projektnek az elérése. Ez jelen pillanatban egy privát projekt, tehát nem nyilvános, hanem csak annak van hozzáférés, aki kér. Ezért is írtam ki Discordon, hogy aki szeretne beledolgozni, az nyugodtan szóljon, és akkor adok hozzáférést. Itt van az elérése, és egy SSH kulcsal lehet lekérdezni, illetve ebbe a repozitoriba beledolgozni. Megadtam, hogy melyik branchet használom. A branch az igazából, uh, mindjárt megnézzük a GitHubban, hogy hogy néz ki. De az gyakorlatilag a kódban egy elágazás. Itt a legfőbb az a main branchet fogjuk használni. És minden mást ugyanúgy hagytam. Annyit állítottam még itt be, hogy beállítottam egy időzítést. Ez a H per 15, ez 15 percenként minden nap, minden perce, minden nap, minden órájában 15 percenként lefut és ezt ugyanúgy hagytam, ahogy volt. Itt még annyit változtattam, hogy mivel itt a kódot, amit futtatunk, már rögtön github töltjük le, itt ebbe a Workspace mappába, tehát a Jenkins Workspace Academy Box mappába letöltjük rögtön a kódot, ezért nem kell meghivatkozni ennek a helyét, hanem rögtön innen hivatkozzuk meg ezt a robotfájt, és ugyanebbe a mappába rakjuk le a rizáltokat, tehát az eredményeket, és a report is ugyanide generáljuk. Ezt kellett csak átírnom, ezt is csináltam meg. Minden más az ugyanúgy itt maradt. Tehát minden más ugyanígy maradt. Ennyit változtattam. A testlinkben, na mindjárt lépjünk be, és akkor azt is mutatom. Jó, tehát a kódot kódot magát amiatt kellett megváltoztatni, mert hogy átírtam a teszteseteknek a nevét, azt átírtam egyszer itt a névben, hogy ezt a, a erre a fogaskerékre kellett rákattintani, itt edit, és akkor utána úgy lehet átírni, ha is mutatom, így lehet átírni a címet, meg utána át kell írni a robot megjegyzést is, hogy a robot meg is találja. Na mindjárt megnézzük, hogy le is fut, lefuttatja, mert lehet, hogy rosszul írtam át, és lehet, hogy nem futtatja le. Jó, le, le is ellenőrizzük. Tehát itt is átírtam a nevét, igazából itt úgy kellett volna átírnom a nevét, hogyha helyesen akarom ö, átírni, hogy Grey Jeans és Selenium, illetve ugyanez a browserrel. Ezt itt nem csináltam meg, vagy ez rossz helyről van most betöltve, szerintem nem. Á, igen. Mert hogy én egy másik gépen dolgoztam, és ezen a gépen még nincsenek meg ezek a frissítések. Úgyhogy itt, ahogy látszik is, a git az mutatja nekünk, hogy van 11 frissítés, és ezt nekem le kell húznom, tehát pull request kell kiadnom, ahhoz, hogy megkapjam ezeket a frissítéseket. Super, igen. Azt írjuk, hogy módosult a, a, file, a file, módosultak a fájlok, -ok, amiket itt használ. Felülírjuk ezt a változtatást, nem? Hanem azt mondjuk, hogy nyissa meg újra inkább, ez a biztos. Na nézzük meg. A, ah, tehát akkor én most felülírtam. Nem, ez nem jó. Ezt akkor nem is, ezt töröljük, ezt a változtatást. Igen, így elvetjük ezt a változtatást, meg ezt a változtatást is. Ezt nem szerettük volna. Igazából ezek miatt nagyon hasznos a verziókezelő rendszer, hogyha valamit az ember úgy csinál, hogy nem akarta, akkor nagyon könnyű visszavonni és ami még hasznos is, itt jönnek a, a branch branchek szóba, lehet elágazásokat csinálni a kódból, tehát hogyha valaki egy adott kódverzióból nem az egész kódon, csak egy adott részénkkal akar dolgozni, akkor csinál magának egy elágazást, amit branchnek is mondanak, és azon dolgozik külön, majd utána visszaintegrálja az eredetibe. Jó, akkor újra robot, és akkor újra megpróbáljuk. Lehet, hogy arra kellett volna nyomnom, hogy írja felül, itt most, szuper. Itt már most az új átírt nevek vannak, tehát a Grey Jeans Selenium és a Grey Jeans Browser. Illetve még láttok két másik új tesztesetet is, mert ugye elkezdtem a következő tesztesetet is barkácsolni. Itt még, ami múltkor előző héten nem volt, az az volt, hogy ugye itt a második teszteset szintén úgy volt hagyva, hogy ilyen tiszta kacifántos volt az egész. Magyarul management számára átláthatatlan. Na most ezt nem fontos, tudni szélesebbre húzni. Oké, okay. hagyjuk így. A lényeg az, hogy így átírtam ugyanolyanra, mint az első teszteset. Tehát, hogy ugyanúgy szövegesen elolvasva végig lehet követni, hogy mit csinál. És ami igazából itt a nagy Ö, nagyon jó dolog ebben a GitHub ö, integrációban, az az, hogy onnantól kezdve, hogy ezek így megvannak, onnantól kezdve csak egy ö, git push, illetve commit, illetve push requestet kell kiadni, és maga maga a, az oldal le fogja hívni a legfrissebb verziót a GitHub-ra. Jó, na próbáljuk is ki. Szóval itt van az Academy Bugs, ahogy az látható, az elmúlt, még egy fontos rész szerintem, hogy az elmúlt futások eredményében lehet látni a piros csíkokat, azok azok a tesztesetek, amik hibásak voltak. Lehet látni, hogy a kettőből az egyik néha-néha elhasalt. Itt nézzük is meg, hogy itt mi történt. Tehát, hogyha belemegyünk, rámegyünk erre a képre, akkor ezt ki lehet nagyítani, illetve lehet látni itt a futásoknak a hosszát is, tehát hogy milyen sokáig futottak a tesztek. Először nézzünk rá erre. Itt az az érdekes, hogy a kettőből az egyik teszteset valamiért mindig elhasalt, míg a másik az majdnem mindig folyamatosan zöld volt és sikeres volt. A, ami sikeres volt, az mindig a szaléniumos volt, ami elhasalt néha-néha, az pedig a Browser Library is volt és mindjárt megmutatom ennek az okát is, amire rájöttem. Ami még szintén hasznos ö, tudni meglátni, az igazából a futási időkben van. Ez az összes futási idő, hogy mennyi időt kellett ahhoz, hogy ez a két teszteset lefusson. És tök jól lehet látni az az, hogy ö, ugye 15 percenként ez lefutott, és lehet látni, hogy különböző órák, különböző percében, különböző idő alatt fut le ugyanaz a teszteset, ugyanaz a kettő teszteset függen attól nyilván, hogy hibás vagy nem hibás volt, ahol hibás volt, ott lehet látni, hogy valami gond volt az oldallal, valamiért többet kellett várni arra az adott oldalnak a betörtésére, és emiatt volt hibás, illetve itt, ami teljesen egyenes, itt meg egyáltalán nem volt hálózat, és emiatt volt hibás, mert itt mindig ugyanannyit várt, majd utána, utána megállította a, a jobot. Jó. Szóval ezt a két gráfot, ezt a két ö, diagramot szoktuk nézni, hogyha a futási eredményt nézünk, Ezek itt, ezeket itt a robotrizátok alatt lehet megtalálni. Ami még újdonság itt az előző héthez képest, az az, hogy most már itt van egy... Ja, ezt pont akarom Várjatok, akkor így. Szóval az itt van egy GitHub ö, fül is, amire, hogyha rákattintok, akkor megnyílik a, az a GitHub repository, amiből én meghivatkozom ezt az egészet. Itt lát, lehet is látni, hogy fölismert, hogy Robot Framework nyelvezetét használjuk, azzal dolgozunk, ezt fogjuk használni ma is. Na, ami, hogy kezdje még, hogy mi történt még kódszinten, először még talán, ja igen, a TestLink eredményeket akartam még megmutatni, hogyha teszlingbe, megyünk, akkor ugye a legfontosabb rész az az volt, hogy ezek a futások automatikusan lezajlanak, lehúzza a legfrissebb, ered, lehúzza a legfrissebb verziót a kódból a git, ról pontosabban a Gitből, attól függően, hogy éppen mit használunk, és lefuttatja automatikusan, a teszt eredményeket pedig a tesztlingbe feltölti. Ezeket itt lehet látni, és lehet is látni, hogy mind a kettő sikeres volt. Amit még múltkor nem mutattam, az az, hogy itt van olyan, hogy teljes futtatási történetet nézzünk, és akkor itt végig lehet nézni, melyik napszakban, melyik teszteset, mikor volt sikertelen. Ez is szintén hasznos. Itt még hozzá lehetne egy olyat ö, csapni, hogy egy csatolmányként ö, rakja ide a teszteset futtatása mellé a futási eredményeket, de igazából így, hogy a Jenkinsben itt van minden rögzítve, ez így is bőven elég szokott lenni. Az a lényeg, hogy egy helyen, valahol egy helyen dokumentálva legyen. Jó, teszteset szinten akkor mutatom, hogy mit változtattam. Tehát átírtam a neveiket, egyiket ilyenre, másikat olyanra. Megcsináltam ugyanazt, amit, ugyanazt a keyword mint amit megcsináltunk a szeléniummal. Ebbe sajnos nem fog tudni most belenagyítani, azt nézem. Tehát ugyanúgy szét, szétszedtem ilyen saját keyword -ökre és ezeket ugyanígy beleraktam a saját keyword.robot fájba. Nézzünk is bele. Ami még itt talán a browsernél újdonság volt, az az, hogy itt eredetileg az előző héten azt a keyword használtam a browser library ba hogy open browser azt hiszem, és azt most szétszedtem erre a háromra, mert ugye ezt is ajánlják, hogy használjuk úgy, hogy nyissunk meg egy böngészőt, utána nyissunk meg egy kontextet, és abban nyissunk meg egy új oldalt, itt az oldal, az már ugye be van hivatkozó ugyanezzel a változóval. Ami ezekben a kivördökben nagyon jó, az az, hogy nem kellett ugyanezeket, a, ugyanezeket az X-peszeket megadnom, hanem innen csak a változókat behivatkoztam, és ugyanazokra a változókra ugyanúgy tudtam kattingatni és használni őket. Múltkor volt kérdés, hogy hogyan lehet az eszközöket beállítani. Azóta. Rájöttem, hogy ez a viewport paraméter megadásával simán lehetséges a browser libraryben is, illetve itt akár eszközként is el lehet indítani az adott böngészőt. Tehát úgy, mintha például iPhone-on futna. Rengeteg, rengeteg para, extra paraméter van egyébként ez a new browser, new context, illetve igen, ez a kettőhöz. Mert nagyon sokféleképpen el lehet indítani ezt a két, tehát illetve ez, ezeket a böngészőket sokféleképpen el lehet indítani. Na, hogyan is menjünk tovább? Jó, tehát nagyjából itt tartottam, hogy ezzel meg vagyunk, összeintegráltam, megvan a GitHub integráció, tehát működik maga a, a, maga a futtatás teljesen automatikusan, úgy, hogy a legfrissebb kódot lehúzza, és utána feltölti az eredményeket Teslinkbe. És akkor jön a kérdés, hogy na jó, de akkor kéne hozzáadni még újabb teszteseteket, ezt hogy csináljuk, illetve hogy, hogy megy ez a gyakorlatban. Hát ugyanúgy, ahogy elkezdtük, visszamegyünk az eredeti kiindulási oldalra, mondjuk kiválasztunk egy újabb tesztesetet, én azt választottam ki, hogy amikor ide érkezünk, hogy a következő hiba az, hogyha például erre rákattintok, akkor azt mondja, hogy igen, az oldal összeomlott, figyeld meg 5 másodpercig, próbálj meg kattingatni, és azt várjuk tőle, hogy semmi, semmire nem tudsz kattingatni. És utána pedig kírja ezt az üzenetet. Szuper. És e, tehát ez a második hiba, amit, amit megtaláltunk múltkor. Ah, igen. Most már viszont aktív. Jó. Úgyhogy erre gondoltam, hogy írjunk egy, írjuk meg a következő teszt leautomatizált tesztesetünket. Mielőtt azt megcsináljuk, előtte meg kéne csinálnunk egy teszt, tesztesetet a testlinkben, hogy legyen mihez kötnünk a magát az automatizált tesztesetet, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, amit leautomatizálunk. Itt szerintem a legegyszerűbb az, hogy ezeket lemásoljuk. Azt mondja move copy, Uh -huh. Így. Copy 1. És akkor ezt is lemásoljuk. Edit. Jaj, nem. Move, copy. Destination, position, bottom. Oké, okay. copy. És akkor így, hogyha ezeket most gyorsan átírjuk, még akkor ezt ugyanezzel a formátummal kell átírni, tehát ez lesz, és akkor legyen az a neve, mi legyen a neve, legyen az, hogy freeze, ugye azt adtam névnek, mert hogy itt lefagy az oldal, akkor amikor erre a szűrőre rákattintunk, akkor maga az oldal, az egész oldal lefagy, és használhatatlan lesz, utána nem tudok kattingatni egy 5 másodpercig. És akkor itt utána várunk 5 másodpercet, és utána előjön ez a ez az üzenet. Hol voltam? Itt voltam. Igen. Jó, freeze selenium, és akkor ugyanezt kell beírnom ide a robot paraméterhez is. Ctrl A. Így, save, elmentjük. Kicsit nagyítok, hogy jobban lássátok azoknak, akik telefonról nézik. Akkor ez volt a freeze selenium, és akkor ugyanezt megcsináljuk a másikra is, ez pedig a browser. Freeze browser. Közben nézem, hogy már hárman vagyunk, nem tudom, hogy kik az új érkezők, de sziasztok! Remélem, jól vagytok, és jól telt eddig a hét. Király, ok. Oké. Okay. Jó, tehát megvan a testlinkben a négy tesztesetünk, és nézem, hogy hogy tudjátok ezt látni, de talán, talán úgy, hogyha kicsit elmozgatom magam, egy pillanat, így. Aha. Na, így akkor látható az, hogy van négy tesztesetünk a teslingben. Ezt a négy tesztesetet, amit még be kell állítanunk, ugye itt be van állítva az is, hogy ez, ezek mind fontos az a flag, vagy ez automatizált legyen, fontos ez a robot tag, ez mindegyiknél megvan, úgyhogy igazából mivel ezekkel meg vagyunk, most már csak a lépéseket kell ö, beállítanunk, a lépések pedig nézzük meg, hogy micsodák, tehát hogyha ide megyek, erre rákattintok, akkor lefagy az oldal. És utána azt mondja nekem, hogy próbáljak meg kattingatni 5 másodpercig, és utána fog történni valami. Igen, tehát a lépések ezek, hogy ide megyek, ah, 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 nyisd meg az oldalt, megnyílik az oldal, kattints a Find Box-ra, a Find Box oldal megnyílik, és utána ellenőrizzük, nem, utána azt csináljuk, hogy kattints rá a szűrőre, a filterre, és azt várjuk ettől, hogy az oldal lefagy. Igen. Save and exit, oké. Okay. Utána, hát akár ide be is, be is illeszthetünk egy, egy újabb, újabb lépést. Hát, ez most alá tette. Nem, Aha. Igen. Ide. Jó, tehát rákattintunk a tízes filterre, lefogy az oldal, utána feljön a hiba üzenet, nézzük meg, hogy hogy történik. Tízes hibaüzenet, üzenet, várunk 5 másodpercet, utána kattingatunk 5 másodpercet, és utána jön fel a hiba üzenet. Oké. Okay. Várj 5 másodpercet. Legyen, vár, várjunk 3 másodpercet. Meglátjuk, hogy mennyi, nem tudom, mennyi idő alatt tűnik el az a, ez az üzenet. 2, 3, 4, 5. Lehet, hogy tényleg kell az az 5 másodperc. Jó, várjunk 5 másodpercet, az a biztos. Várj 5 másodpercet, amíg az üzenet eltűnik. Az üzenet eltűnt. Super. Ha ezzel meg vagyunk, akkor utána jön a kattingatás 5 másodpercig. Kattints a. Próbáljunk meg mondjuk rákattintani. Tehát azt várjuk, hogyha erre a. Erre a cipőre mondjuk megpróbálunk rákattintani, amit az előző teszt esetben is használtunk, akkor nem fogunk tudni. Oké, okay, üzenet, üzenet eltűnik, rákattintok és nem működik. És hogyha följön az üzenet, igen, utána ezt bezárom, és utána már rá tudok kattintani. Jó, tehát kattints a cipő tabra, és azt várjuk tőle, hogy a tab az nem fog működni. A tab nem nyílik meg. Oké. Okay. Save and insert. Várj kattintással együtt 5 másodpercet. Mit várunk utána? Feljön az üzenet, feljön az üzenet, hogy hibát találtunk, és utána, amikor zárd be az üzenetet, az, az ablak bezárul, utána, hogyha ezzel megvagyunk, és bezártuk az ablakot, utána már elvileg le tudjuk kattintani ezt a sárga cipős panelt, csempét, kattints a sárga sárga cipőre, és azt várjuk tőle, hogy a cipő leírása megnyílik. Ha ez így mind sikeres, akkor zárjuk be a böngészőt. Szuper. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt fogom átmásolni. Uh -huh. Szóval azt fogom csinálni, hogy ezt inkább törlöm. Igen, igen. És ezt lemásolom még egyszer. Move, Copy. Igen, Copy. Ezt most átnevezzük. Ez így a leggyorsabb mert akkor a teszt lépéseket nem kell egyesével át másolgatnom. Browser. Király. Ezt akkor mindent alt, igen, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl Alt, A, Ctrl C. Automatizált. Super. Még egyébként, amit megcsináltunk itt, az, hogy a futások ezek mind ö, automatizáltak. De igazából az automatának nincsen rá szüksége, szóval ezzel én most nem fogok ö, foglalkozni. Széven exit. Na akkor nézzük át, hogy jól csináltunk-e mindent. Van egyszer egy Academy Banks Freeze Browser, ahol automatizált freeze browser van a robottekben nagyon jó. Van egy Freeze Selenium, ahol ugyanez a leírás, automatizált Freeze Selenium van a leírásban. A teszt eseteink jók. Akkor a következőt kéne megcsinálunk még, megnézzük, hogy ide visszamegyünk, vissza az irányítópultra, ide. Kicsit kisebbre veszem, hogy lássam, meg lejjebb húzom, nem ezt, pillanat. Igen. Jó. Na, és akkor jöhet az, hogy nézzük meg, hogy a robotban ez hogy néz ki. Szóval az első két lépés az már ismert, és arra már meg is van írva a teszt lépésünk. Nyisd meg az oldalt, kattints a Find box -ra. Utána mi következik? Nézzük a következő lépést. Kattints rá a tízes filterre. Ezt akár ki is másolhatjuk, mert hogy ez kell legyen majd a következő keyword. Menjünk először a Selenium úton. A Seleniumban azt kell csináljuk, hogy a new user keyword Selenium. kattints rá a tízes filterre. Oké. Okay. És itt a következő lépés az ez lesz. Ezeket elkezdtem már összerakni. Az Ctrl-C. És akkor ide át is teszem. Mindjárt, mindjárt magyarázom, hogy mi micsoda. Ugye itt ismét az element láthatóságát várjuk meg. Várjunk addig, amíg látható az element és utána kattintsunk rá. Na, de hogy találom ki, hogy melyik, melyik elementről van szó? Hogyha itt egyet visszamegyünk, erről az elementről van szó. Viszont most nem chrome fogunk használni, hanem Firefox-ot, és a Firefoxban az XPath és ezek az egyéb dolgok elég nehezen megtalálhatók. Úgyhogy ehhez most egy új kiegészítőt tettem föl a Firefoxban mégpedig az egyik videó alatt valaki javasolta ezt a Selectors Hub dolgot, úgyhogy ezt föltettem, megnéztem, és most gondoltam, hogy kipróbálhatjuk, hogy milyen a gyakorlatban. Ez úgy néz ki, hogy ide kell menni, és akkor itt rákötintok jobb egérgombbal, és akkor itt ki lehet másolni a relatív x t Nézzük meg, hogy mit ad erre hogyha ezt ide kimásolom, akkor egy viszonylag normálisan formázott, egész általános XPS-t ad, amit elég jól lehet használni. Tehát ez egy, ez egy link, aminek a klasszában ez a szöveg van, és ezt csinálja, nekem ez egész szimpatikus, úgyhogy megpróbálhatunk ezzel menni. Ezt ö, ide, pontosabban erre az elementre várunk. Ezt le is tudjuk egyébként ellenőrizni, hogyha ezt van ez, az, ez a tool, ez szintén egy kiegészítő, hogyha ezt ide beillesztem és rámásolom, vagy ha hát rányomok egy entert, akkor ki is jelöli nekem, hogy ezt az elementet fogja ő keresni. Úgyhogy ezzel, ezzel meg is vagyunk. Úgyhogy az első lépés, s -s -s -s, hol vagyunk itt az első lépés, kattints rá 10-es filterre, és azt várjuk, hogy az oldal lefagy. Az el Első lépésbe, tehát azt kell beleraknunk, hogy kattintsunk rá a tízes filterre, az ezek ettől a kettől, kettőtől teljesül, és utána várunk 5 másodpercet, igen, amíg előjön az üzenet, és utána azt várjuk, hogy ezt itt előtte kéne odarakni. Mert ugye azért jó lenne vizuálisan is megerősíteni, hogy ez, a, ez az üzenet, ez a hiba üzenet, hogy lefagyott az oldal, feljön, és ezt egy screenshottal a legegyszerűbben meg tudjuk csinálni, utána utána szemmel is meg, le lehet ellenőrizni. És utána ugye rá akarunk kattintani, tehát azt akarjuk ellenőrizni, hogy lefagyott az oldal. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megcsinálni, hogyha rákattintunk egy, rákattint, megpróbálunk rákattintani ugyanerre a csempére, és azt várjuk tőle, hogy ne, sikere, ne legyen sikeres. Ezt ezzel a run keyword és uh, and expect error keyword tudjuk csinálni. Mindjárt elmondom, hogy ez micsoda és mit csinál, és hogy lehet használni. Szóval megpróbálunk rákattintani a find ra és azt várjuk tőle, hogy ne sikerüljön. És azért nem fog sikerülni, mert hogy az element not inter interactable, nem lehet interaktolni az elementtel, ezt a hibát fogja visszaadni, hogyha megpróbáljuk. magyarul inaktív maga az element, ezért nem lehet kattingatni. Hol is vagyunk most? Hol vagyunk a tesztlépésben? Itt vagyunk, várj 5 másodpercet, amíg az üzenet eltűnik. azt nézem, hogy itt igen, várj, igen, kattints a cipőtabra, a tab nem nyílik meg. Ja, hogy ez már külön, jó, akkor ez külön kéne vennünk. Akkor csináljuk úgy, hogy akkor ezeket inkább, ez idáig tart ez a tesztlépés, ezeket inkább tartsuk meg máshol, akkor mondjuk azt, hogy szelénium, ezt a kettőt kitettük már külön keywordbe, a szelénium kattints rá a tízes filterre. Ctrl S, sleep 5 másodperc, az szerintem egyértelmű mindenki számára, hogy itt alszik a teszt 5 másodpercet. Kattints a cipő tabra, és a tab nem nyílik meg. Ez a következő vizsgálatunk. Na, akkor nézzük meg, csinálunk egy screenshotot, azt előtte kéne csináljuk, pontosan azt meg is csináljuk az előző kívülből, hogy ezt ki is lehet innen venni. És az van, hogy itt interaktébőlnek kéne lennie az elemennek, ezt viszont nem tudjuk itt szerényünkbe ellenőrizni, szerintem ezt viszont browserben fogjuk tudni már ellenőrizni. Majd meglátjuk, kíváncsi vagyok erre, és csináljunk egy új keyword-öt. Selenium, itt az lesz a neve, hogy hol vagyunk? Itt vagyunk. Az lesz a neve, hogy kattints a cipőtabra. Egyébként lehet, hogy erre van is már kívördünk. Kattints a cipőre. Úgyhogy ezt másképp kell elneveznünk. Nevezzük el úgy, Selenium amit csak lehet egyébként föl kéne használni az előző futásból, és nem kéne ugyanazt a keyword másféleképpen lekreálni. Megnézem, hogy mit csinál ez a, ez a keyword. Végül is rákattint a cipőre. Jó, használjuk fel újra ezt a keyword -öt. azt pedig úgy fogjuk csinálni, hogy nem lesz így jó. Nem lesz jó, mert hogy nem csak a wait igazából meg fogja találni, mert ott lesz. Hogyha ezt kiveszem, és nem várok rá, akkor fel tudjuk használni, és mégpedig úgy, hogy azt mondjuk neki, hogy itt hivatkozom meg a kattints a cipőre. Ja, ez browser, ez a Selenium. Kattints a cipőre. Itt ugye azt várjuk, hogy sikertelen legyen. Utána csinálj, csinál megint egy screenshotot. Utána, hát én azt hittem, hogy töltse újra be az oldalt, de igazából ez teljesen fölösleges. Mert hogy miután vártunk itt összesen ezzel együtt 5 percet, hol vagyunk, itt várunk egyébként, itt előtte is kéne várni egyet, na nézzük meg, hogy itt várunk-e, itt nem várunk, hanem akkor, akkor itt el is be kell tenni egy várást, jó, akkor sleep, ctrl-i, szóval, ide megyünk, ott megnyitjuk a Findbox oldalt, kattints a tízes filterre, várunk 5 másodpercet, hogy eltűnjön az üzenet, üzenet. utána rákattintunk erre, utána várunk még 5 másodpercet, utána Utána csináljuk meg azt, hogy wait until. Ezeket kikommentáltam, mert nem futottak le. Wait until element is enabled, és akkor find box. És utána próbáljuk meg lekattintani. Igen. Ez így működhet, és akkor utána Ja nem, ez lesz a végén. Tehát itt a végén először följön a pop-up, akkor ez a végére kell, és először itt jön, a, itt jön föl a pop-up, és a pop-upnál pedig ellenőrizzük a szöveget, és az be kéne zárnunk. Ez így biztos nem fog lefutni, mert még nem zárjuk be, hanem csak a szöveget, itt azt írtam meg, hogy a szöveget vesszük ki, és akkor ide be is kommentelem magamnak, hashtaggel be lehet kommentelni, hogy még be kell zárni. És akkor utána lehet leellenőrizni az utolsó lépést. Jó, nagyjából összeraktuk az automata tesztet. Nézzük meg, hogy így ebben a formában lefut-e, illetve hogy mi fut le belőle. Rámentettem a robot frameworkre, ugye ez itt van a lokális gépemen. Benyitom a GitHubot, a GitHub kliens, pontosabban a Git kliens, itt jelöli nekem zöldel, amit beleírtam, és pirossal, amit kitöröltem és akkor freeze, selenium, frissítés, mondjuk ez lesz a, a commitnek a neve. Érdemes egy nagyobb leírást is adni, hogy pontosan mit változtattunk benne, hogy tudjuk azt, hogy ez az adott commit, ez az adott pont és változtatás pont a kódban, ez mit akar, és a push-sal feltoljuk a szerverre a változtatást. Amint ez felérkezett a github akkor már le is tudjuk futtatni Jenkins. Uh, Jenkinsa